Szadakösség önkormányzat képviselő testülete április elején közmeghallgatást tartott a helyi Székely Bertalan Művöldési Házban. A téma a település pénzügyi, gazdasági helyzete volt, valamint tájékoztatót hallhatott a lakosság Szadakösség 2013-2014 közötti időszakra vonatkozó beruházási tervéről és a község közép, valamint hosszú távú fejlesztés politikai koncepciójáról. Napirend előtt beszámolót tartott dr. Bozsó Zoltán, rendőr-dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője. Szadáról annyit kell tudni egyébként, hogyha össze akarom hasonlítani, ugye 27 település tartozik a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területére. Ebből Szada egy a lakosság számát is figyelembe véve az elhelyezkedését, az infrastruktúrális kiépítettségét, a frekventáltságát tekintve kimondottan jó helyzetben van. A lakossághoz viszonyított bűncselekményi szám, kimondottan mondjuk itt a Veresegyházi rendőrösöt veszem figyelembe, akkor az egyik legkevesebb. Tehát a lakosság számhoz képest a legkevesebb a bűncselekményeknek a száma. De természetesen azért nem lehetünk elégedettek, mert hogyha egy bűncselekményt is elkövetnek, amiben valakinek a sérelmére valamilyen bűncselekményt elkövetnek, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek jogos elvárása az, hogy a rendőrség a lehető legtöbbet tegye meg ennek érdekében, és minél hamarabb derítse fel az elkövetőket, fogja el, és az igazságszolgáltatás útjain haladva tovább a megfelelő ítéletig juttassa el ezeket a személyeket. Mi ezen dolgozunk. Az elmúlt évben is én azt gondolom, hogy most már stabilizálódott, és most már kimondhatjuk nyugodtan is, hogy a településnek a körzeti megbízottja, aki egyébként itt ül közöttünk, az mindent megtesz azért, hogy a településen élők azok biztonságban érezhessék magukat. És köszönjük azt a támogatást és azt a segítséget, amit akár az önkormányzattól, a testülettől kaptunk, vagy az itt élő állampolgároktól, illetve azoktól a szervezetektől, szerveződésektől, egyesületektől, akik segítik a mi munkánkat. És itt hagy emeljem ki többek között a polgárőrség tevékenységét, és minden olyan önkéntes szerveződésnek és személynek a munkáját, aki a mindennapokban segíti a mi munkánkat. A rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a településen az elmúlt esztendőben 92 bűncselekmény történt, mely többségében lopás, betörés. Kiemelten fontosnak tartja a megelőzést, valamint a közösség összefogó erejét. A témához Vécsei László polgármester fűzött pár gondolatot. Annyi hozzá tartozik, hogy a községi költségvetésből magát a közveti megbízotti szolgálatot 2012-ben 1 millió 80 ezer forinttal támogattuk, a 2013-as költségvetésből pedig 1 millió 260 ezer forint van beépítve. És valóban a szadai mutatók relatíve jók, de mi szeretnénk, hogyha még jobbak lennének, úgyhogy éppen a mai este folyamán fogunk beszámolni arról, hogy a közbiztonság érdekében, közbiztonság fokozása érdekében még milyen intézkedéseket tervezünk. Polgárőrség támogatásán túlmenően van egy olyan terv, most már gyakorlatilag az elfogadás stádiumában tartunk, hogy 12 darab kamerát helyezünk el a község területén, bemenő-kimenő utaknál, illetve a kritikus csomópontokon. Ezt a rendőrőrséggel egyébként egyeztettük elsőkörösen, tehát még esetleg egy szakmai egyeztetés utolsó simítás után ez a megvalósítás stádiumába lép. Nagyon sokat remélünk tőle, azt reméljük, hogy ha ez még lehetséges, akkor még inkább biztonságban érezhessék magukat a szadai polgárok. A témával kapcsolatosan polgármester úr még elmondta, hogy a község Margita település részén gondot okoznak a gyorshajtók, ezért kérik, hogy hetente többször is legyen sebességmérés az érintett utcákban. Oroszi Sándor a település alpolgármestere javasolja, hogy az éjjeli órákban többször legyen gépjármű ellenőrzés is, annak érdekében, hogy az esetleges betörőket időben elkapják. A fokozott jármű ellenőrzés és a jármű közlekedő személyek ellenőrzése eredményt hozhat, és segíthet sokat. Tehát én ezt kérem, hogy ezt egy kicsit fokozzuk. A körzet megbízott kapcsolata velünk rendkívül jó, és én mindig erősítem azt a szakmai részt, hogy kiépíteni az információs hálózatot, építeni azokra az állampolgárokra, akik egy adott területet rendkívül jól ismernek, tiszteletnek örvendenek,
tudják, hogy ki, mikor, mit, miért, meg hogyan, mert ugye egy ember, egy rendőr nem lehet mindenütt, minden időpontban ott, és minden ember mögé nem is lehet rendőrt állítani. Közös érdek, társadalmi érdek, lakossági érdek, hogy ez az információs hálózat működjön, hogy egymást tudjuk segíteni, hogy egymásnak a személyi és vagyoni dolgait meg tudjuk védeni. A továbbiakban szintén napi rendelőt tartotta meg beszámolóját Pintér Mihály tűzoltó alezredes, a Gödöllői Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka. A tavalyi évben 617 darab tűzeset volt, műszaki mentés 271 darab volt. Lényegesen több tűzünk volt a tavalyi évben, mint 2011-ben, ezért a hatósági osztályunk, illetve az OKF hatósági osztálya lépéseket is tett, ami a lakosság tájékoztatásban merül ki. A szadai káresetek a tavalyi évben rendkívül jó alakultak a többi településhez képest, akik hozzánk tartoznak. A Gödöllőn például összehasonlításképpen a tűzesetek 110 darab volt és 101 darab műszaki mentés, itt még Szadán 17 darab tűzeset és 12 műszaki mentés. A szabadtéren területen keletkezett tüzekkel érintett helyszíneken fel kell készülni az esetek megelőzésére. Ezek most kiemelt feladatok. Vrabé Balázs önkormányzati képviselő kérdésére a parancsnok úr elmondta, hogy a tűzesetek magasabb száma a szabadtéri tüzek miatt volt, ami a szárazság, valamint az emberek figyelmetlenségéből adódott. Veresegyház és környéke szennyvíz közmű társulás képviseletében Hangonyi Zoltán beszélt a csatornaépítés jelenlegi állapotáról. Mint ahogy az a médiákon keresztül hallható volt, 2013. március 14-én ünnepélyes keretek között Veresegyházi kibővített szennyvíztisztító telepet átadásra került, átadtuk, melyen résztvevő személyek meg is kóstolhatták a tisztított szennyvizet, szó szerint, tehát poharakat adtunk, és a köreinkben köszöntethetem a polgármester urat, aki szintén megkóstolta, és ő bizonyíthatja, hogy fogyasztható. Műszakilag a beruházás befejeződött. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz hálózat rekonstrukciós része és a kibővített része átadásra került, illetve a szennyvíz tisztító telep fél éves próbaüzemét követően szintén átadásra került. Ezúton szeretném megköszönni az érintett lakosoknak a türelmét, támogatását, illetve az érintett önkormányzatok, természetesen itt kiemelve Szada település támogatását a beruházás keretében. A beruházásról azt szeretném elmondani, hogy maga a Veresegyházi agglomerációban résztvevő beruházás, ugye Erdőkerte, Szada és Veresegyház vett részt ebben a beruházásban, kiemelt projekté nyilvánították, illetve mintaprojekté. Az első napi rendi pont előterjesztője Török László képviselő volt, aki a település pénzügyi és gazdasági helyzetéről adott felvilágosítást a lakosság számára. Hangsúlyozta, hogy a 2013-as év fordulópont a település költségvetését tekintve, hiszen több intézmény is állami fenntartású lett. A bevételek hagyományosan ugyanúgy három csoportból tevődnek össze. Vannak működési bevételeink, amely egyrészt intézményi működési bevételekből tevődik össze, ez 40.325.000 forint a tervezett ezéve. Itt a gyermekek élelmezési térítési díjak, akkor egyéb térítési díjak, különféle intézményeknek, a helységeinek a bérbeadásából származó bevételek szerepelnek. Sajátos működési bevétel a helyi adók, amely jelentős, összességében a tervezett bevételek 2013 évre 330.500.000 forint. Az önkormányzat állami költségvetési támogatása 109 millió forint, és működés célú pénzeszköz átvétel 12 millió forint. Ezek a működési bevételek mindösszesen 492 millió forint. Felhalmozás célú bevételek, ez állami pénzek újból, ez pályázati forrásokra, megnyert pályázati pénz 153 millió forint, tehát így a bevételeink 2013 évre 646 millió 87 ezer forint. Ezeknek a bevételekkel szemben ugye a kiadási oldal az előbb felsorolt intézményekkel
Én az önkormányzati hivatal a 100 millió forintos nagyságrendű pénzeszköz felett rendelkezik, ebből az állam 47 millió forint, tehát ami egy jelentős összege, majdnem 50%-át ide helyezi, és az önkormányzati, amit a saját működési bevételeikből fedezünk, ez 52 millió 633 ezer forint. Szodai gyermekélelmezési, szociális étkeztetési konyha, gyakorlatilag ez egy nagyon frekventált intézmény. Itt a működési előirányzata 54 millió 693 ezer forint. Itt az intézményi működési bevételek, tehát itt szerepelnek azok a működési bevételek, amely intézményi térítési díjak, tehát a óvodások étkeztetésére a szülők térítenek, iskolások, illetve az önkormányzat dolgozói térítenek, és egyéb vendég ebédek esetleg még. Ez 36 millió 58 ezer forint, itt az önkormányzati költségvetésből ehhez az intézményi feladatokra 18 millió 635 ezer forintot fordítunk. A napközi óvoda egy kiváltságos helyzetbe került ebben az esztendőben, ugyan itt a működési bevételeket az állam teljes egészében finanszírozza. Ez 59 millió 330 ezer forint, ez egy jelentős javulás az elmúlt időszakokhoz, tehát azt kell tudni, hogy a iskola és a óvodát együtt veszük az elmúlt években, az önkormányzatnak saját erőből megközelítőleg 55-60%-ot az intézményekhez hozzá kellett tenni. Tehát ha ezt az esztendőt veszük figyelembe, akkor az óvoda esetében gyakorlatilag nem szükséges hozzátenni. Az iskola fenntartási költségéhez hozzá kell tenni a fűtés, villamos energia és az előbb említett dolgozóknak a bérköltségeit. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, ez 19 millió 725 ezer forintba kerül, itt az állam ehhez 6 millió 901 ezer forinttal járul, az önkormányzat a működési bevételéből 12 millió 824 ezer forintot tesz hozzá. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, gyakorlatilag magyarul szadályosan a faluház, ez működési kiadásai 21 millió 289 ezer forint. Itt is az állami szerepvállalás ez idáig viszonylag egy alacsonyabb szinten történt meg, ami nem ért el a 2 millió forintos nagyságrendet, idén ez már 5 millió 267 ezer forint. Itt saját bevételi az intézményeknek, tervezett bevételi, helyiségek bérbeadás, egyéb foglalkozásoknak a költségei, nek a megtérítése az 2 millió 300 ezer forint, így az önkormányzat költségvetési támogatása mintegy 13 millió 722 ezer forint. Ha ezeket a számokat összeadnánk, akkor kiderül, hogy van még egy kis laufunk, ez megközelítőleg egy 22 millió forintos tartalékkeretünk. A közmeghallgatás következő témája Szada 2013 és 2014 közötti időszakra vonatkozó beruházási terve, valamint a község közép, illetve hosszú távú fejlesztés politikai koncepciója volt. A keretprogrammal kapcsolatos lakossági észrevételeket, javaslatokat a képviselőtestület április 30-ig várja. Vécsei László polgármester szerint ahhoz, hogy a településen több évtized óta először fejlesztéseket tervezhetnek, annak az az elsődleges oka, hogy az állam tehermentesítette az önkormányzatot az adósság átvállalásával. Maga ez a keretprogram tartalmazna tehát egy 2013-14-es időszakra szóló beruházási tervet. Ez részben nyilván az önkormányzati ciklusnak is szól, hiszen jó szívvel a képviselőtestület ciklus végéig tud tervezni, hiszen ki tudja, mi lesz utána, illetve milyen összetételű lesz a képviselőtestület. Viszont egy közép- és hosszú távú fejlesztés politikai koncepciót tudunk letenni az asztalra, mindezt anyagi megalapozással, mint a későbbiekben majd szólunk róla. Ami nem köti meg a következő képviselőtestületeknek a kezét, de egy nagyon jó instrukciót ad hozzá, különösen akkor, hogyha egyébként valóban közösségi alkotássá válik ez a program, és az egész község hozzájárul a gondolataival, ötleteivel ahhoz, hogy ez megvalósuljon. A keretprogram a következő pontokból áll.
infrastruktúra, intézményi fejlesztések, közbiztonság, egészségügy, Szada-Nagykösség helyi életminőség javítási és turizmusfejlesztési programja, helyi társadalmi kapcsolatok, egyházak, civil szervezetek, nemzetközi kapcsolatok, valamint a keretprogram pénzügyi alapjai. Első körben az infrastruktúra keretében a mindannyiunkat, vagy nagyon sok embert, nagyon sok szadait izgató útprogramról szeretnék beszélni. A község úthálózata, kerekszámokban beszélünk, 53 km hosszú, ebből aszfaltozott 18,3 km. Községi tulajdonban van az aszfaltozott 18,3 km-ből 13,6 km, és egyéb burkolat 19,5 km, ez alapvetően zúzott kőszórást jelent. Új út erővel fogunk neki ennek az útprogramnak, és ennek a Szada-Nagykösségi útprogramnak, ami mögé most már komoly anyagi erőt is tudunk tenni, az a célja, meghirdetett célja, hogy 10 év alatt Szada minden útja szilárd burkolatot kapjon. Drozdik Béla, Szada önkormányzat műszaki irodájának vezetője, ismertette a szadai úthálózat felújítás sorrendjének szempontjait. Hát először is meg kéne vizsgálni, ugye, hogy az az utca, amelyiket szeretnénk leburkolni, hol helyezkedik el a község életében. Mozgalmában, forgalmában, például a forgalom sűrűsége mennyi, milyen fontos annak a megközelíthetősége, egészségügyi intézményt lát el, iskolát, óvodát, más közintézményt, esetleg átmenő forgalmat bonyolít le, helyi utca, lakóutca. Ezen kívül közlekedés szempontjából gyűjtőútnak számít, főgyűjtőútnak számít, vagy csak egyéb más útnak számít. Ezen kívül fontos lenne az a szempont is, hogy mennyire beépített az az utca, amit lekívánunk burkolni. Hányan laknak benne, hányan használják. Ugyanez kapcsolódik, hogy hány autó megy előtte, személyautó, teherautó, milyen a terhelhetősége, mi várható a terhelhetőségből adódóan. Hát meg a lakók száma is nagyon fontos, ugye. Azon kívül, hát egyik legfontosabb szem, ugye, hogy hogyan járható a mostani állapotban az utca. Ugye vannak olyan utcák, amik hát nagyon-nagyon rossz minőségiek, és vannak jobb minőségiek annak ellenére, hogy nincsenek különleges burkolattal ellátva, vagy csak kőszórás van rajta, vagy nincsen rajta semmi, nincs megoldva a vízelvezetése, sáros, latyakos, térdigérő sárba van, kell járni a mostani esetben, akár kocsival, akár gyalog. Hát szóval ezek a szempontok lennének eddig azok, amik alapján sorrendben lehetne állítani ezt az ütemezést az elkövetkező időszakra vonatkozóan, legalábbis mi műszaki szempontból ezekre gondoltunk. Az infrastruktúrán belül fontos beszélni az ipari parkunkról. Néhány nagy cégünk nagyon-nagyon jól teljesít, jó iparüzési adóval szolgál, stabil és lakosságszámhoz viszonyított igen magas adóbevételeket biztosít számunkra. Mi szeretnénk végre valamilyen módon viszonozni is ezt az itt működő cégek számára. És hát oda jutottunk, hogy a cégektől befolyó építményadót, amit az elmúlt 2 évben fizetnek, ezt nem költjük el másra, hanem az ipari parki cégek kérésére és az ő velük való konzultáció révén vagy nyomán az ipari park fejlesztésére fogjuk fordítani. Fontos kérésük volt a csapadékvízelvezetés megoldása a bejáratnál, ezt meg fogjuk tenni, illetve nyilvánvalóan szükség van az ipari parki erős forgalomnak és erős elhasználódásnak kitett feltárult burkolatjavítására, és nem községi pénzből kell már idézőjelbe téve, hiszen minden községi pénz, de gyakorlatilag az ő adójukból fogjuk majd az útrekonstrukciót megcsinálni. A mi intézményi fejlesztések, mint második fejezet általánosságban elmondható, hogy az intézményi fejlesztéseink ezen belül a nevelési oktatási intézmény fejlesztéseknek az a célja, hogy Szada község vagy nagyközség népesség megtartó erejét növeljük, és a helyben elérhető szolgáltatások színvonalát is emeljük. Látjuk, hogy ezen belül ugye a legnagyobb falat, így, hogy működtetők vagyunk, már nem vagyunk fenntartói az iskolának, az, hogy örvendetesen bővül a szadai lakosságszám, egyre több gyerekünk van, egyre több gyerek születik is Szadán, tehát nem csak a betelepülés révén nő a gyermeklétszám. Látjuk, hogy hamarosan 3 osztályról kell majd gondoskodni, az óvodában már ez nagyon jól látszik, és kitörési pontokat kell keresnünk.
tehát legalább az egyik osztályból a növekvő igények miatt emelt szintű képzést kellene majd biztosítanunk, és ennek nyilván a feltételét is meg kell teremteni. Falak nincsenek gumiból, tehát a faluház, óvoda, iskola, telek, ez tovább nem bővíthető, ezt már évekkel ezelőtt érzékeltük, bár a szomszéd telkeket megvásároltuk. A domborzati viszonyok sem igazán kedvezőek a további bővítésre, úgyhogy az új helyszínt itt a Beregsarkon jelöltük ki, és talán majd egy néhány mondatos tájékoztatót is kapunk erről. Ha a Jóisten megsegít bennünket, és olyan döntések születnek itt 9-én, akkor nagy-nagy fába vágjuk a fejszénket egy ilyen taós fejlesztés keretében. És hát ugye régi álom, hogy ezt összekapcsolva egy sportberuházás, egy közoktatási intézményi bővítés, hozzá kapcsolódó vizes blokk, amit kicsit nagyobbra gondolunk, tehát ilyen uszoda méretűnek gondolunk el. És hát mindenhez kapcsolódóan, ha a sportberuházás sikerrel beindul és befejeződik, akkor a középfokú oktatási intézményt is oda tudjuk tenni. Az egészségügyhöz kapcsolódóan a jelenlegi koncepció szerint a házi orvosi szolgálatot alakítanánk, két házi orvosi rendelőt alakítanánk ki a jelenlegi orvosi rendelő mellett a védőnői szolgált terhére. Az épülő új óvoda egészségügyi szobája vagy irodája, az tulajdonképpen egy ilyen napközbeni gyermekellátásra, egészségügyi ellátásra szolgáló helyiség. Nyilván egyeztetni kell majd az ANTS-szel, hogy ez védőnői keretekben vagy gyermekorvosi asszisztenciával működjön, de az minden esetre alkalmas lesz arra, hogy az akut beteg gyerekeket ellássuk. Margita idősek otthonának a felső házát néztük ki arra a célra, hogy alapfunkcióként a védőnői szolgálatot betegyük, illetve azt egy ilyen gyermekegészségügyi központnak tudjuk elképzelni, ahová további olyan gyermekek ellátására, gyermek jólétet szolgáló funkciók is bekerülhetnek, amelyek nem zavarják egymást. Ez állami tulajdon, elindítottuk a vagyonkezelő felé a kérelmünket. Hajlandóság van rá, ígéret van rá. Nagyon reméljük, hogy ezt néhány héten, hónapon belül lezárjuk, hogyha a község megkapja azt az épületet, a költségvetésünkben van annyi pénz, hogy ezt a funkciónak megfelelően átalakítsuk. A kertet nagyon szépen meg tudjuk csinálni, a bejutást, a parkolást kényelmesen ki tudjuk alakítani. Játszótér közel van, tehát a Jóisten és gyermekellátásra teremtette. A helyi életminőség és turizmus fejlesztéssel kapcsolatosan elhangzott, hogy Székely Bertalan öröksége a vezérfonal. A Rákospatak forrásprogram keretén belül Zuglótól egészen Szadáig az érintett települések részvételével kerékpárút építését tervezik. Az önkormányzat a forrás mellett lévő területen pedig egy szabadidős parkot, valamint vendégfogadót tervez. Továbbra is támogatják a katolikus és református egyházat, a baptista gyülekezetet, valamint a Waldorf óvodát is. Civil szervezetek támogatása, mindig nagy figyelmet fordítottunk rá, persze pénzügyi keretek, lehetőségek nélkül ez egy nehéz kérdés. 98 és 2002 között már működött egy ilyen helyi civil pályázati alapunk. A jelen költségvetési helyzetükben úgy tűnik, hogy ezt a 98 és 2002 között már működött rendszert, ezt föl tudjuk támasztani. Egy ilyen évi 5-10 millió forintos keretet bizonyára fogunk tudni biztosítani a civil szervezetek számára, hogy pályázzanak rá. A nemzetközi kapcsolataink nem bőlére eresztve, hogy a testvérvárosi kapcsolataink eddig is voltak, Kecsetkisfaluta, Székelyföldön, Neukirchel, Németországban, Vitrollal, Franciaországban. A Bástya Kollégium első támogatói között voltunk, most már azt hiszem 10. éve támogatjuk. Ez egy forint egy ember program keretében, tehát Szada közel 5000 lakosú, úgyhogy 5000 forinttal támogatjuk évente ezt a Csángó Kollégiumot, illetve most már harmadik éve a Rákóczi Szövetséget is, amely éppen az idén bővítette a tevékenységi körét, és most már Párciumra is kiterjed. Ennek a keretprogramnak, ami nagy vonalakban elhangzott,
ennek a pénzügyi alapjait is biztosítani kell. Ezt három lábon állónak gondoljuk el ebben a pillanatban. Az első lába egy ilyen fejlesztési alap lenne, ami rímelne a valamikori kötvényállományunkra, hogy ez gyümölcsöző szada kötvényállományunk volt. Hát most visszafordítjuk, és egy gyümölcsöző szada fejlesztési alapot hoznánk létre első lábként. Ugye az önkormányzatok adósságrendezése keretében magyar kormány teljes mértékben átvállalt a Szada községnek, mégpedig nettó 1,6 milliárdnyi hitel és kötvény állományát. Ennek a 2013-as adósságszolgálatra betervezett és 2012-es költségvetési évben megtakarított összegét gondoljuk, mint fejlesztési alap induló összeget, amely összegszerűen ilyen 100 millió körüli tétel, tehát ez a 100 millió forint képezhetné a gyümölcsöző szada fejlesztési alap induló összegét. Összességében ez a gyümölcsöző szada fejlesztési alap és az EU pályázatok révén Szada 2020-ig azt tervezheti, azt tervezhetjük, hogy több mint 1,5 milliárd, 1,650 millió forint fejlesztési pénz állhat elő a gyümölcsöző szada alap és a pályázatok révén. A közmeghallgatás végén feltett lakossági kérdések zöme az útfelújítással volt kapcsolatos, de szóba került az önkormányzati tulajdonú telkek állapota, a téli síkosságmentesítés, zebrák telepítése, valamint a virágos udvarprogram is. A felmerült problémákra a testület igyekszik minél hamarabb megoldást találni.